A külföldi csapatokkal vívott felkészülési meccsek után először lépett pályára hazai együttes ellen a Marsó-Nyíregyháza. A B csoportos Debrecen otthonában az első negyedet a hazaiak nyerték, a folytatásban aztán fokozatosan átvették az irányítást a vendégek, akik végül 9 pontos győzelmet aratva szerezték meg első sikerüket a felkészülési időszakban. Azt kaptam a mérkőzéstől, amit vártam. A Debrecennek ismerem a játék stílusát, és egy eléggé kontrollálatlan játékot játszanak, ami ellen nem könnyű kosárlabdázni. Viszont igazából a célja az a mérkőzésnek az volt, hogy a saját játékosainkra figyeljünk, és a saját dolgainkat próbáljuk meg megfelelőképpen csinálni. Ez még pontatlan volt. Sokat kell még fejlődni annak érdekében, hogy ez olyan pontos legyen, ahogyan szeretnénk. Bízom benne, hogy ezt a srácok azért érzik, és meg fogják tudni valósítani majd a felkészülés hátralévő részében. A nyíregyházi csapatban pályára lépett a próbajátékon lévő 34 éves 203 cm magas Nikola Jovanovics, aki 14 pontig jutott. Az amerikai Anru 34 pontjával csapata a legeredményesebb játékosának bizonyult. Az amerikai játékossal mindenképpen elégedett voltam, a csapatnak viszont meg kellett még szoknia. Nem igazán játszottak, úgy gondolom, eddig olyan játékossal, aki ilyen dobó teljesítményre volt képes. Ugye, ha valaki megnézi a statisztikát, a második félidőben 8-ból 7-3-as dobott be, az nem olyan rossz. Őt meg kell találni, hogyha üresen van, akkor oda kell adni neki a labdát, és nem tovább szövegetni a támadásnak a dolgait, hanem egyszerűen oda kell tenni, és meg kell várni, hogy mi történik. A Marsó-Nyíregyháza csütörtökön Kassára utazik, ahol egy tornán vesz részt a házigazda, a szintén szlovákiai Svit és a romániai Nagyszeben társaságában.